Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió Paletta magazin műsorának nézőit. Két vendéget hoztunk a stúdió, méghozzá karácsony elő az adventi várakozás jegyében a Szent István Művelődési Házban december 21-én 6-kor egy fantasztikus est lesz. Polyák Rita és Szelle Szilárd a vendégem. Szép jó estét! Szép estét! Köszönöm mindenkit! Ha elmúlik karácsony. Játékosan megjegyeztük, hogy miért is ez a cím, hiszen még ez egy karácsonyi váró műsor, annak a fenségével, méltóságával, kedvességével. Igen, valóban, kicsit furcsa lehet így a cím, de tényleg az volt Szilárddal a célunk, hogy aki megnézi, illetve meghallgatja ezt a műsort, az egy olyan feltöltődéssel, egy olyan lelki bombával tudjon elmenni akár otthon a családjukhoz karácsonyozni, ami nem csak ebben a pár napban tart. Mert általában szerintem a legnagyobb problémája ennek az ünnepnek, hát a mai modern rohanó világ, mindenki azzal van elfoglalva, hogy ki mennyi pénzt költ el az ajándékokra, stb. És hip-hop vége van ennek a pár napnak, ugyanúgy az ember visszaáll a mókuskerékbe, munka van, család van, főzni kell, tanulni kell, stb. De az a célunk, hogyha ebben a rohanásban egy kicsit az, aki meghallgatja ezt a műsort, visszagondol erre az egy órára, az legalább elmosolyodjék. Igen, minden bizonnyal így lesz. Hogy találtak egymásra? Egy ilyen duóhoz, egy ilyen páros színházi esthez ugyanis elkötelezettségkel a színészmesterségüket tudják, ismerik egymás erényeit, egymás kevésbé erényeit, mondom én. Túlságosan is. Nos, de ehhez sokkal több kell, mint barátság nyilván. Hasonlóan kell gondolkodni, eszményekről. Ez abszolút így van, mi 3 éve egyébként már együtt dolgozunk, és hát napi szinten tartjuk nagyjából a kapcsolatot. Egy utcában lakunk. Budapesten, igen, tehát ilyen kicsi a világ. És egy kedves barátnőm mutatott be Polyák Ritának, aki annak idején Rita még a Marodvik és a Nova Kultúr zenekarban vokálozott, és ez a másik barátnőm, Ágoston Georgina, vokalistája volt Ritának, és akkor így jött a bemutatás, így jött az összeismerkedés. Tehát az ismerkedés rendben van, találkozik két ember, akik mindketten színészek, méghozzá remek szakmai karrier előtt állnak, közben állnak, és kitalálják, hogy karácsonyi műsort csinálunk. Tehát ez hogy működik? Igazából Szilárd volt az ötletgazda, mindig is. Megmondom őszintén, hogy először csak barátkozni kezdtünk, tehát akkor még nem volt szó arról, hogy mi esetleg elkezdjünk együtt dolgozni, de ő is nyomon kísérte az én munkásságomat, én is láttam azt, hogy ő mennyire tör egyre jobban felfelé. Hát nyilvánvalóan szerintem ahhoz, hogy ez működjön, beszéltünk arról, hogy ugye hasonlóság is kell, de pont az a különbség, ami kettőnk között van, szerintem pont attól illünk mi össze. Nyilvánvalóan a korkülönbség, én azért megfontoltabb vagyok, lehúzom mindig a szárnyaló Szilárdot valamennyire a földre, amennyire kell, és szerintem ezért tud ez működni. És amikor már megismertük egymást annyira, hogy az ember már őszintén megmeri mondani a másiknak, hogy figyelj, szerintem ez jó vagy nem jó, onnantól jött az, hogy na akkor mi lenne, hogyha ez az alapbizalom megvan, hogyha elkezdenénk együtt dolgozni. Amikor valaki összeállít egy ilyen önálló estet, nyilván a mélységekre törekszik, szeretné megmutatni, ami belül rejtezik, úgymond, hiszen tanít Rita, ugye azt jól tudom. Igen. Sokat szerepel külön, tehát színpadon, azért ismerik egymás erényeit. Ennek tükrében döntötték el, hogy miként gyúrják ezt a két különböző egyéniséget egyé. Igazából a magyar pop irodalom legjobbát válogattak össze erre a koncertre, erre a karácsony koncertre, egészen 80-as évektől 2018-ig, ugyanis pont a mai napon viccelődtünk azzal Ritával, hogy nekem 2 hete megjelent a legelső dalom, ami egy karácsonyi, hát reméljük, hogy sláger lesz, Légy itt velem az a címe, ami szintén elhangzik ezen a koncerten, tehát duettek is lesznek, szólódalok is lesznek, Neoton Família, Zséda, TNT, tehát hogy a régi korok és az új korok is lesznek muzsikái. De nem retro feltétlenül, hanem mibe van a történetnek. Hogy lehet egy ilyen esnek, milyen hosszú is körülbelül? Hát majd egy órás. Majd egy óra. Hogy lehet ívet adni? Hogy az első pillanat, azért azt tudjuk, hogy fontos. Az emberfia soha nem felejti el az elsőt. Ugye ez közhelyzettől még igaz.
hogy kezdődik. Nem azt szeretném, hogy elmeséljék, hanem hogy választottak azon felül, hiszen most felsorolt Szilárd pár előadót, de ebből nem derült ki, hogy mi volt az alap. Mi sokat beszélgettünk arról, hogy kinek milyen saját karácsonyi élményei vannak. Nagyon szerencsések vagyunk mindketten, egyébként a Szilárd is vidéki fiú, Tihanyi, én pedig sárospataki vagyok, tehát nekünk még tényleg megvannak azok az élmények, amikor a nagy család összegyűlik az asztalnál, és nálunk általában egy olaszos vérmérséklet van, és alig halljuk, hogy mit mond a másik, de én úgy tudom, hogy nálatok is ez van, és igazából az volt az alapkoncepció, hogy például, ha megnézünk egy családot, ahol ugye nagyon-nagyon sok, jobb esetben nagyon sokféle generáció ül például egy asztalnál, hogy mindenkinek legyen egy saját története. Mint hogy minden dalnak, hogyha az egy jól megírt muzsika, van egy saját története, amit én saját magam is, akár legyek 20 éves, 30 éves, 40 is sorolhatnám, magamra tudom húzni valamilyen szinten. És nekünk ez volt a cél, hogy összedobtuk a mi saját karácsonyi történetünket, és azokból a legemlékezetesebbekre próbáltunk egy-egy dalt ráépíteni. Legyen pörgős, és igen, és nem csak a nosztalgikus hangulatot, nem csak a emlékezzünk a szeretteinkre hangulatot, hanem tényleg azt, hogy milyen, amikor az ember megkóstolja élete legjobb halászlevét otthon, és azt mondom, hogy uram ég, ez mennyire jó. Szóval, hogy szerintem... Vagy például, amikor hiányzik neki a családja, hogy olyan ikletet is kapjunk, hogy robbanjon fel úgymond a színpad, mutassuk meg a hangi kvalitásainkat egy-egy nagyobb ívű dalba, tehát mi erre mind törekszünk. Tehát bensőséges hangulat, egyik oldal ötvözték a különböző erényeiket, úgyhogy ebből csak jól sülhet ki. De most akkor nézzük pontosan, tehát amikor a mélységet mértük, egy kis szomorúság is elkél, egy kis gondolkodás, egy kis átfedés a nagy-nagy örömök között, tehát nem lehet mindig... Hullámzónak kell lenni ennek a műsornak. Halászlét enni. Valamint, hogy nem a műsor. Pedig milyen jó lenne mindig halászlét enni. Így van, ezt mondom én is. No, merre jártak eddig? Hiszen ez egy... Nagyon sok felé voltunk. Igazából Zalakarosan vagyunk visszatérő vendégek a Hotel Karoszpába. Fonyódon van egy Feng Shui galéria, ahol egy szólókoncertemet nézhették meg a kedves nagy érdemű közönség, de Budapesten is lesz koncertünk a Benc úrházban, ezen kívül gödöllői adventi napokra is meghívást kaptunk. Megyünk Szalatnak községbe, tehát mind városi, mind falusi karácsonyi eseményeken ott vagyunk és éneklünk. Tehát járják az országot. Abszolút, igen. Abszolút. És egy kicsit tekintsünk a jövőbe. Nyilvánvaló, hogy így kiegészítik egymást, ösztönzik egymást, akkor ez egy hosszú távú kapcsolat abban az értelemben feltétlenül, hogy gondolkodnak a következő műsorban is már. Van igen. Erről szó? Igen, volt már arról szó, most ezen az éven még nem sikerült megvalósítanunk, egyébként hál' Istennek azért nem, mert a Szilárd is ugye színházról színházra jár, szerepekről szerepekre jár, én is egy kereskedelmi televíziónál dolgozom és tanítok, szóval nem sok idő maradt erre, de a jövőben mindenképpen szeretnénk majd egy élőzenekaros koncertet adni, mert... Hát főleg ezek a karácsonyi dalok azért a legtöbb, szerintem, ami az én véleményem szerint különleges dalok, nagyon jó hangszereléssel vannak megáldva. Tehát ezt azért élőben megszólaltatni, hát ez nem annyi, hogy egy gitár is, egy basszusgitár is, egy dob és egy alap öttagú felállás, hanem itt igenis különleges hangszíneknek is meg kellene szólalnia, és ezért nem akartuk ezt elaprózni. Nem szerettük volna, hogy tényleg akkor három fővel odaállunk, és akkor ennyi, hanem akkor igenis legyen hegedű benne, triangulum, és stb. Tehát sorolhatnám, hogy ténylegesen azt az ízt meg tudjuk majd adni jövő ilyenkor, ami egy élő zenekaros koncertnek a varázsa. Ez most a következő karácsonyi terv, de nyilván egész évben járjuk az országot, szóval ott folyamatosan mi is bővítjük a saját magunk repertoáriát, mind feldolgozásokkal, mind ugye saját dalokkal, most az én dalom is éppen most van készülőben majd, illetve hát a demója már megvan, úgyhogy most már a stúdiómunkálatok következnek, szóval hát nem állunk meg. Ne is. Nos, azért búcsúzom úgy, ahogy, mert a nézőinknek is szeretném elmondani, hogy természetesen ott leszünk 21-én, és a Paletta Kultúrás Irodóban beszámolunk róla, mert hogy most már kifejezetten érdekel. Hogy jön a teszt! Két jó kedvű fiatal
mit ad majd nekünk a Szent István Művelődési Házban. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és én pedig azt ígérem, hogy természetesen találkozunk 21-én pénteken 6-kor, mint ahogy arra biztatom kedves nézőink önöket is, hogy támadják meg a Liszt Ferenc utca 1-ben a Szent István Művelődési Házat. Most pedig folytatjuk a Paletta magazint, mégpedig 30. születésnapját ünnepelte Székesfehérváron is a Csíkzenekar. Egy fantasztikus koncertnek lehettünk tanulni, ahol vendég volt Kis Tibi, a Quimby frontembere, ami nagyszerű barátunk, illetve egy zenész legenda, a Presser Gábor is. Koncertturnéval ünnepli 30. születésnapját a Csíkzenekar. Székesfehérváron teltház fogadta a jubiláló csapatot, hogy ismét meggyőződhessen arról, milyen varázslat kell ahhoz, hogy a jelenkor művészetévé, az élő városi folklór részévé tegyék az eredendő magyar örökséget, a népzenét. Azt gondolom, hogy a megtartó erő az az volt, hogy gyerekkoromban csöppentem ebbe a dologba, és egész életemet végig kísérte eddig, és nagyon sok olyan dolgot kaptam a népművészettől, amit aztán a kicsit új köntösbe öltöztetve ugyan, de a mai napig meg tudok becsülni, és tovább tud vinni. Az egész életembe adott egyfajta irányvonalat, hogy merre haladjak, akár a gyerekeim nevelésében, akár a családi életben, a mindennapokban ad egyfajta tartást, és én azt gondolom, aki azokat a régi hagyományokat megpróbálja összefoglalni saját magába, és továbbadja, és tovább viszi, az ezeknek az irányoknak való tisztelettel tud élni. Csík János sokat tett azért, hogy a kortárs muzsika és az autentikus népzene kézenfogva járjon. A hitelesség apostolaként egy emberöltön keresztül játszott, hogy zenéjük megtartó erővé váljon szerte a Kárpát-medencében. Úgy hiszem, hogy mindenképpen az a fajta tisztelet és az a fajta a zene felé érzett alázat, ami a népzene kapcsán mindenképpen úgy megérintett minket. Ezt nagyon szerettük, nagyon tiszteltük, nagyon tudtuk, hogy miért jó, és ez mindenképpen arra sarkalja az embert, hogy ezt tovább kell adni. És azt hiszem, ez ad erőt arra, hogy még sokáig igyekezzen az ember. Kunas Tamás pályaivének alapja az elkötelezettség, a népi motívumok örökérvényűségének hirdetése, amit a zenekar sokszínűsége, az egyedi hangzásvilága megkíván. A legfontosabb az, hogy mindig is hittünk abban, hogy a zene szeretete és a népzenének az ereje az a színpadról is pontosan olyan a közönség felé, mint amit mi érzünk legbelül. És a népzene alapos tanulmányozása után, hála Istennek jött egy jó gondolat, hogy hogyan adhatjuk át a mai kor emberének, aki már a városban él, rádiót hallgat, televíziót néz, és nincs benne ezekben a körökben. A zenekar népszerűségét útjuk eredendő csodáját mi sem jellemzi jobban, mint hogy a Tölcséres banda mellett két kortárs zenészikon, a Quimby nagyszerű Kis Tibije és a kortárs magyar zene legendája Presser Gábor is szívesen szerződött a zenekar játszótársául. Igaziból Attila tudja erre a választ, ezt ő kitalálta valamikor 15 évvel ezelőtt legalább, és én csak úgy tátottam a számot, pont fordítva csináltam, mint ami a világon nagyon nagy divat és egy hatalmas közhelygyűjtemény lett belőle, hogy a népzenéből csináltak mindenféle ilyen pop verziókat, az úgynevezett világzene, meg etno, meg nem tudom mi, és annak egy csomó fajtája eléggé közhelyesítette a népzenét, és az Attila meg megfordította a lovat, és elvitte a rockzenét népzenébe. Az igényes fehérvári közönség, akik jószerivel valamennyi korosztály képviseletében megjelentek a koncerten,
megint egy olyan esnek lehettek tanúi, ami megerősítheti őket, a kortárs magyar zene klasszikusai ismét csak nekik muzsikáltak. Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Házban rendezték meg azt a jótékonysági estet, amelyet határon túli barátaink egy-egy intézményének megsegítését szolgálja. A fővédnök természetesen Spány Antal megyés püspök és Steinbach József református püspök volt. Erről nézzünk meg egy összeállítást. Ez évben is a Szent István Művelődési Ház adott otthont a hagyományos jótékonysági esnek, amely évről évre azt a célt szolgálja, hogy olyan közösségeket, oktatási intézményeket, egyházi és civil szervezeteket támogassanak itthon és a határon túl, amelyek tevékenységükkel sokat tesznek a magyar identitás megőrzéséért. Évek óta hagyománnyá vált, hogy adventban jótékonysági koncertet szervezünk, amely igazi ökumenikus összefogás eredményeként jön létre. Brekhit Judit az, aki ennek a összefogásnak, aki ennek a jótékonysági estnek az igazi motorja. Sohasem csak magunkra gondolunk. Mindig igyekeztünk kezdetektől fogva messzire tekinteni, a határon túlérő magyarokat is támogatni és segíteni, és így történik ez ma este is. Igazi adventi öröm ez, igazi jóleső érzés tölti el ilyenkor az ember szívét. Az est fővédnökeként Steinbach József református püspök üdvözölte a szándékot és annak megvalósítását, amellyel a művészet képviselői segítenek a nehézséggel küzdő közösségeknek. Hálámat kell kifejeznem a szervezőknek, hogy évről évre, nem is tudom, a 10 éves püspökségem alatt sokatszor vagyok itt, és mindig nagy összefogással áldottan történik ez a gyűjtés, amely kifejezi a határon túli testvéreinkkel való összetartozást, hogy egy közösség vagyunk, a közös múltunk, a reménységteli jövőnk, a hitünk, minden összeköt bennünket. Attila a szlovákiai református keresztyénegyház vezetőjeként köszönetet mondott a székesfehérvári szervezőknek, hogy segítőkezet nyújtanak a felvidéki Lévai Ceglédi Péter református gimnázium gondjainak megoldásában. Nagy szeretettel vállaltam el azt, hogy itt leszek, és így is raktam össze a programomat, hogy ezen az alkalmon itt tudjak lenni. Tulajdonképpen szeptember első szombatján, amikor a Kárpát-medencei református tanévnyitó volt itt Székesfehérváron, akkor kaptam az első hírt erről, és nagyon örülök annak, hogy Magyarország annyira nyitott a kisebbségek felé, vagy talán úgy mondhatnám inkább, mint hogy mi leginkább használjuk most, hogy kevesebbségek felé, mert nem vagyunk mi kisebbség, hanem magyar nemzetnek tagjai vagyunk, és az iskola rendszerünk pedig eléggé ellaposodott. Pontosan amiatt, mert eléggé nagy a beolvadás, ugyanis mindenki a jövőjét úgy képzeli el, hogy egy másik nép vagy másik ország nyelvén, konkrétan itt a szlovák nyelven sokkal egyszerűbb megvalósítani. A régi zene ifjú zseni párja, Raffai Boróka és Szlama László ezúttal is bizonyította elhivatottságát, varázslatos világba kalózolva el a műfaj szerelmeseit sok színűségükkel. Mi olyan műsorszámot hoztunk, ami még nem volt itt a fehérvári jótékonysági koncerten, de régi zenét fogunk játszani. Tizedik Bölcs Alfonz által írt Mária ének, Mária dicsőítő énekekből hoztunk 3 darab kantigát. Kantigazda Santa Maria Köterből, középkori szent énekek. Az a mintegy 100 jószándékú székesfehérvári, aki elfogadta ezt a meghívást, és elegettett az adománygyűjtő szándéknak is, bizonyította, hogy mindig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ezt közvetítették, üzenték határon túli magyar testvéreinknek is, mert hittel vallják az ökumenikus közösségi lét karácsonyváró fenséges pillanatait megosztani a segítségre szorulókkal a legtermészetesebb és egyben a legfontosabb cselekedetek egyike. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!